Uram Jézus Krisztus, Te adtad minnyájunknak a tehetséget, képességet, édesanyánknak a szíve alatt, amikor a halhatatlan lelkünket adtad. Ennek az iskolának volt tanulójáért, Puskás Ferencért imádkozunk Te hozzád, aki Te adott a magyar népnek. Megalázottságunkban sokszor ilyen büszkén emeltük fel a tekintetünket Te hozzád, aki a bűnösöket megalázod, és az alázatosoknak pedig kegyelmet adsz. Köszönjük, hogy játékosainkban olyan tudást adtál, erőt, hitet, hogy az akkori futball hat-hármat, 7-2-t meg tudtuk nyerni, és rádöbbentünk arra, hogy Te minden népet szeretsz, és minden népben adsz olyan tehetséget, képességet, amellyel föl tudunk emelkedni a megaláztatásunkból. Köszönjük azt is, hogy Puskás öcsi, ahogy hívták őt, 1950. április 10-én a mi templomunkban esküdött. A szószéken is lógtak a szurkolók. Zsúfolásig volt a templom, és az Ave Maria is elhangzott. Horváth József atya eskedte őt a mi templomunkban, és köszönjük mindig, hogy hűségesek maradtak esküjükhez is, és amikor a temetése volt a bazilikában, és felvonultak azok a sztárok, akik szintén hitet tettek mellett, amellett, hogy az a hit emelte föl őket, és mutatták meg ennek a világnak, hogy milyen nagy a hitnek az ereje, mert épp testben, épp lélek van. Köszönjük azt is, hogy olyan szép temetése volt neki. A nuncius is ott volt rajta, a szegedi püspök atya is, és a Szabszon Ferencnek a kórusa énekelt. Köszönjük, hogy ezt a kis országot, amely kicsi ugyan Európának a közepén, és sok megpróbáltatáson ment keresztül, olyan sok tehetséget adtál, és azok végighordozták Magyarországnak a nevét ezen a világon. Mert Magyarországot bárhol járunk ebben a világban, ha azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, akkor Puskás öcsének a nevét emlegetik. Mert ő volt az, aki magyar volt, igazi sportember volt, és ennek a magyar népnek hírnevet adott. Hogy ma is támasz ilyen tehetséges embereket, akik végighordozzák Magyarországnak a nevét ezen a világon. És hogy felépüljünk ebből a gazdasági válságból, amiben van ez az egész világ, hogy a hit erőt adjon hozzá, hogy bízni tudjunk abban a valakiben, aki azt a végtelen boldogságot az embernek meg tudja adni. Anyagiak, élvezetek, amiben végtelen kellene, nem tudják helyettesíteni az Istent,
aki végtelen szeretet, ami elfogadottságunkat jelenti, mert Isten szereti az ő teremtményét. Add, hogy rádöbbenjen minden emberre, közelebb jussunk Istenhez, közelebb egymáshoz, mindig jó akarók legyünk, szeressük egymást, és fogjon össze a magyar. Erkölcseiben újuljon meg ez a magyar nép, és akkor méltó lesz régi nagy híréhez, és lemossuk mindazt a gyalázatot, amit az emberi gyarlóság jelent a mi számunkra. Legyünk mindig emberibb emberek, és magyarok, magyarok, olyanok, akik megbecsülik más népeknek az értékeit is, de ugyanakkor tudatában vannak annak is, hogy minden nemzetnek megvan a történelemben a helye, és minden nemzet tulajdonképpen Istennek a nagy népe, aki azt akarja, hogy az emberiség boldoguljon, és egy szebb, egy jó világot teremtsen. Áld meg sportolóinkat, áld meg mindazokat, akik küzdenek ezért az elismerésért, erőfeszítéseket tesznek, és add, hogy minden magyar embernek a lelkében épp testben, épp lélek legyen. Köszönjük, Uram, a Te jóságodat, és add, hogy a mai időknek a fiataljai is hasonló jó eredményeket érjenek el, és édes magyar hazánknak a hírnevét gazdagítsák szerte a világon. Amen. A mindenható Istennek, Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása, békéje szálljon le rátok, és maradjon.